Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Szeptember 20-a van Friderika névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap fontosabb hírei, először csak röviden. Napokon belül megérkezik a Dunai árhullám Szerbiába. Szombaton éjszaka tetőzik a Duna Budapestnél. Döntött a Magyar Nemzeti Tanács, Újvidéken is lesz kihelyezett tagozata a Vackor óvodának. A magyar elsős középiskolások pedig ösztöndíjra pályázhatnak. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Palatinus István plébános. Folyamatosan halad a Dunai árhullám Szerbia felé. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a folyó tetőzése már a napokban várható Szerbiában. Apatinnál, Bezdánnál, Gombosnál és Újvidéknél is a jövő hétre várható. Ugyanakkor a szakemberek szerint nem kell olyan nagy árhullámra számítani, mint Magyarországon. Bezdánban napok óta figyelik a Duna vízszintjének emelkedését, nem tartanak attól, hogy eléri az 1956-os rekordnak számító 776 cm-t, de nem árt az óvatosság. A töltések 900 cm-ig nyújtanak védelmet, ám a Bezdán melletti Baracska üdülőtelep már 500 cm-es vízállásnál is veszélyben van. A hétvégi házakat már ekkora szintnél is elönti a víz, így történt ez most is. Pomažemo jedni drugima, normalno tu evo komšije, idemo od jednog do drugog, pomažemo da nosimo gore stvari, da spasimo što se spasiti može. Svi su se mučili ovde prvi put, inače slabo je, sam primetio da je posećeno ovo mesto, dosta ima ruiniranih objekata koji su doživjeli već neke poplave, pa stari ljudi pa nisu uspeli da ispašavaju, pa nisu ispopravljali, jer posle svake poplave čovjek mora da se angažuje oko toga da to sve popravi. Az árvízvédelmi intézkedéseket egyelőre a helyi önkormányzatok koordinálják. Országos védekezésre nincs szükség. Vodostaj raste svaki dan, sve jače, jače. Sad neke prognoze predviđaju da će doći u nedelju već do 660 cm. Trenutno je 500 cm. I na 500 cm se počinje i redovna odbrana od poplave, a od 700 počinje vanredna. A bejelentések szerint Bezdán és Újvidék között rendes árvízi védekezés lesz érvényben, azonban az előrejelzések szerint nem kell kiugróan magas vízállásra számítani, így nem lépnek érvénybe a rendkívüli árvízvédelmi intézkedések. Újvidéknél is emelkedik már a Duna vízszintje, a legalacsonyabban fekvő területeken már elkészítették a homokzsákokat. A helyiek felkészültek az árvízre. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint a Duna növekedési tendenciát mutat, és várhatóan kedden tetőzik majd Újvidéknél, akkorra mintegy 550 cm-t várnak, és az messze elmarad a rendkívüli árvízvédelmi határ értékeitől, ami pedig 700 cm. Jelenleg sem a Tiszti strand, sem a Horgásziget, sem a strand nincs víz alatt, a Duna nem árasztotta el őket. Ez egyelőre nem ad komolyabb aggodalomra okot. A kövesen a Duna partján szikimicsék a motorcsónakjukat húzták fel a vízről, hogy biztonságba helyezzék. Elmondásuk szerint a Duna ilyenkor kiszámíthatatlan. A gyors vízsodrás mindent magával visz. Nesporno je da Duna raste, međutim, po mojej subjektivnoj proceni, u junu mesecu je taj porast bio brži nego što se sada odvija. Tako da je u ovom trenutku zaista nemoguće predvideti da li će biti ostvarene te prognoze o izuzetno visokom vodostaju. Vi ste se ipak pripremili? Da,
pripremili smo se, obezbedili ono što smo mogli da obezbedimo i sklonimo na, na neki način od eventualnog izlivanja. Míg egyesek nem hisznek az előrejelzésekben, addig mások félnek, hogy a Duna Újvidéken a Horgász-szigetet elárasztja, lényegesebben, mint idén júniusban. Biće poplava, ja mislim da će doći do 6.30, 20, što znači da će ovaj obala preći preko obale, da će voda preći preko obale i e sad, opet mi se nadamo, ono, poslednja nada umire, da neće, ali pitanje je. A kad očekujete? Jel ste sve već spremili? Spremili smo sve, sve je podignuto na više nivoe vikendica. Očekujemo tamo negde petak, subotu, ono, četvrtak, od četvrtka pa nadalje. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint a Duna a jövő hét derekán tetőzik, azonban akkor sem haladja meg majd a rendkívüli árvízvédelmi határ értékét. Magyarországon jelenleg Komáromnál és Esztergomnál tetőzik az árhullám, a hétvégén Budapestnél várható a tetőzés, majd fokozatosan egyre délebbre várható. Az előrejelzések szerint a kiemelt védekezésre jövő csütörtökig lesz szükség, közölte Orbán Viktor magyar miniszterelnök péntek reggeli sajtótájékoztatóján. Magyarországon jelenleg 754 kilométeren van védekezés, és most már a Budapestről délre eső védműveket is ellenőrzés alá kellett vonni, hangsúlyozta Orbán Viktor az operatív törzs reggeli ülése után. A magyar miniszterelnök hozzátette, a tetőzéssel nem múlik el a veszély, az apadás időszakában szokott leggyakrabban baj, gátszakadás történni. A hétvégére az a feladat, hogy a készenléti szintet fönntartsuk, tehát ne engedjük, hogy a készenléti szint csökkenjen, figyelőszolgálat és járőrözés minden parlamenti képviselőnktől, az önkéntesektől és a polgármesterektől is azt kértem, azt kérem, hogy szervezzék a figyelőszolgálatot és legyen folyamatos a járőrözés. Figyelem ne lankadjon és a fegyelem ne lazuljon, ez a legnehezebb, hogy az ember úgy érzi, hogy túl van már a baj nehezén, akkor lankad a figyelme, akkor történik a baj. Ezt kell elkerülnünk, az operatív törzs ennek megfelelően folyamatosan működik. Budapesten a hétvégére várják a tetőzést, jelenleg Komáromnál és Esztergomnál a tetőző vízállás nagyjából fél méterrel alacsonyabb a 2013-asnál, közölte Siklós Gabriella, a Magyarországos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Még nem vonult le az árhullám, tehát a tetőzések azok még mindenképpen izgalmat adnak a vízügyes kollégáknak, de a fokozott odafigyelést azt egyértelműen az árvízi jelenségek kívánják meg. Ezek most már a sziget közben gyakrabban előfordulnak, különböző fakadóvizek, csurgások, többfelé fogtak már el buzgárt és a vízügyes kollégáim is sikerült ezeket azonnal körbevédeni. Ezek most kiemelten fontosak az árvízi védekezésre. A Dunakanyar az egyik legkritikusabb rész, az ott lakók, az önkéntesek és a szakemberek napok óta védekeznek és készülnek a tetőzésre. A magas vízállás miatt több utat is lezártak, és ez várható a következő napokban is, így aki arrafelé utazna, előbb tájékozódjon. Budapesten a vízszint elérte a 819 cm-t, az Országos Vízügyi Főigazgatóság hivatalos weboldalán óránként frissíti az aktuális értékeket. A magyar fővárosban várhatóan szombat éjszaka érkezik a tetőzés, városszerte több helyen is forgalmi korlátozások léptek életbe. Budapesten újabb közlekedési változások léptek életbe. Péntektől az M2-es metró nem áll meg a Battyány téri metróállomáson, de változott a 19-es és a 41-es villamos útvonala is. Sokan nem először tapasztaltak áradást, Palásti Mihályné Csillaghegyen lakik, születése óta nem egy árvizet látott már. Homokzsákokat raktak föl a Dunapartra. Én nem a Dunapart felőli részen lakom, hanem a hegy felőli részen, de mi is mentünk oda lesegíteni. Ugyanez a védekezés folyik most, ugye, nem csak Budapesten, hanem vidéken is.
tehát pont ahol lakóházam van, és sok időt töltünk el, Harta a településen, és homokzsákokkal védekeznek az emberek, ott egy ilyen szigetköz is van, több üdülő van, több mint 80 üdülő, valamikor nekünk is volt üdülőnk, és mindenki, a közösség összefog valóban, együtt homokzsákolunk, együtt csináljuk a védekezést. A 13 éves Láng Leon Emmanuel, a Cinkotai Meteorológiai Szolgálat vezetője, régóta nyomon követi az időjárást és észlelőként adatokat közöl. Lezárták az M2-es metrónak a Batthyány téri megállóját, mert ugye, hogy félnek, hogy bemegy a víz, elönti a metró megállót, és ezért le kellett zárni homokzsákokkal, mert ugye rettentő sok milliárdos vagy milliárdos károkat okozhat ez a zárvíz, és hát ugye ez ellen kell védekezni, mert borzasztó lenne, és a homokzsákok miatt nem tudnak az emberek bemenni, de az itteni metró megállókat is lezárták. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei szerint a mostani árvíz nem éri el a 2013-as vízszintet, de lassabb apadásra számítanak. Támogatják a sorkatonasági szolgálat aktiválását célzó tevékenységekkel és intézkedésekkel foglalkozó munkacsoport létrehozását a szerb kormány miniszterei. Ezt Alekszandar Vučić közölte. A szerb államfő közösségi oldalán megköszönte a tárcavezetőknek a támogatást. Szerinte ez nagy dolog Szerbia számára, és nem mellesleg pozitív hatással lesz majd azon települések gazdasági fejlődésére is, ahol laktanyák vannak. A szerb elnök a kormányülésen tájékoztatta a minisztereket a csütörtöki brüsszeli találkozójáról, illetve a koszovói helyzettel kapcsolatos tárgyalásairól. Vučić kiemelte, hogy a mai ülésen szóba került az árvízveszély is. Elemezték a helyzetet és megvitatták a szükséges intézkedéseket, amelyeket az állam megtehet a polgárok életének, vagyonának megóvása, illetve az esetleges károk minimalizálása érdekében. Katonai bemutatót tartott a szerb hadsereg Batajnicán. A hadgyakorlaton a katonaság és a védelmi minisztérium több mint 6000 tagja vett részt. A Zászló 2024 elnevezésű bemutatón Alekszandar Vučić szerb elnök, Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke, és Milos Vučević szerb miniszterelnök is jelen volt. A batajnicai repülőtéren megtartott katonai bemutatón a szerb katonaság mintegy 2500 fegyvert, hadieszközt, felszerelést és 50 katonai repülőgépet vonultatott fel. A légierő és a különleges erők alakulata is bemutatták képességeiket. Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke szerint a katonai bemutató lenyűgöző volt. Stratégia Szerbia je odbrana. Szerbia nema ofenzívne planove. Pogotovo ne napadačke. I zato je važno da ovdje vidimo situaciju u kojoj preko pola proizvodnje, što vidite ovdje izloženih oružja, oruđa, proizvodi se ovdje u Srbiji. Što govori o tome da Srbija ulaži u namjensku industriju i da je to veoma važno. Alekszandar Vučić szerint Szerbiában a katonaságot illetően volt tapasztalható a legnagyobb előrehaladás. A szerb elnök beszámolt arról is, hogy külföldről új, több csövű rakétalövőket rendeltek. Kiemelte, minden olyan eszközt beszereznek, amelyek stratégiai és taktikai előnyt teremtenek Szerbia számára. Mindezt azzal a céllal teszik, hogy elriasszák a potenciális agresszorokat. Vučić arról is beszélt, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat 75 napig tart majd. 5 puta manje nego u naše vreme, a ne moram da kažem da će svakako izlasci biti mnogo lakši nego što su bili u naše vreme i čitava disciplina mnogo manja nego u naše vreme, ali će morati da postoji. I mislimo da je važno da time muškarci pre svega stiču više odgovornosti, ozbiljnosti, postoji ljudi, a verujemo da ćemo imati i značajan broj devojaka koje žele dobrovoljno da u tome učestvuju, samo će za muškarce, razume se, biti obavezno. A batajnicai katonai bemutatót a szeptember 15-i Szerb Egység, Szabadság és Nemzeti Zászlónapi alkalmából tartották meg. A hadgyakorlatot a rossz időjárás miatt halasztották el a mostani időpontra.
Olcsóbban tankolhatunk dízelt, míg a benzin ára változatlan maradt az elmúlt héthez képest. A 15 órától érvényes árak szerint 1 liter eurodízel 190 dinárba kerül, míg az ólammentes benzinért literenként 176 dinárt kell fizetniük a szerbiai töltőállomásokon, áll a hivatalos közleményben. Bővül a Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. Újvidéken is lesz kihelyezett tagozata. A Magyar Szó Székházában kap helyet. A magyar elsős középiskolások pedig hamarosan pályázhatnak a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára. Egyebek mellett ezekről is szó volt a testület rendesülésén. A tanács tagok több mint 100 napi rendi pontot vitattak meg. A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt célkitűzése a szülőföldön maradás, ennek érdekében a magyar középiskolák megmaradása végett a jövőben igyekszik megerősíteni a kollégiumi rendszert, valamint ösztöndíjjal támogatja az első ízben első osztályba induló, magyar tannyelven tanuló középiskolás diákokat. Egyszeri támogatásról van szó, melynek összege 5000 dinár. Az MNT honlapja is megújult. Létrehoztuk a KELEP felületet, ami a magánszemélyek pályázataira vonatkozó felület lesz, ezen keresztül tudnak majd a szülők közösen a gyerekekkel pályázni ezekre az ösztöndíjakra is, amit a középiskolában iratkozó gyermekek számára írunk ki. A terv az, hogy október 15-től november 15-ig lehet majd pályázni, és valamikor karácsony előtt szeretnénk a családok számára folyósítani is ezeket az összegeket. A társalapított intézmények munka és pénzügyi terveit is elfogadták a 2025-ös évre vonatkozóan. A Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény Szabadka és Nosza mellett Újvidéken is várja majd az óvodásokat. Szó volt még a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvi osztályok megnyitásáról is. Beszélnünk kell az állam nyelvét, szükség van a szerb nyelv ismeretére, de semmiképpen sem az anyanyelvi oktatás kárára. Nem ilyen áron kell megtanulni a gyerekeinknek szerbül. A gyerek akkor kap a legtöbbet, ha az oktatási keretrendszerben biztosítjuk számára az anyanyelvi környezetet, és nekünk, szülőknek itt, a tömbben megvan erre a lehetőségünk. Ez nem mindenkinek adatik meg. Tudatosítani kell, hogy a gyereknek fontos az, hogy magyarul tanuljon. Meghosszabbították a 7 nap lapkiadó KFT jelenlegi vezetőinek mandátumát is, a megbízott igazgató továbbra is, László Edit. A heti lap alapító okiratával összhangban az alapítónak, azaz a Magyar Nemzeti Tanácsnak a jóváhagyására van szükség a kinevezés hatályba lépéséhez. László Edit 12 éve tölti be a 7 nap heti lap igazgatói posztját. A megbízott igazgatóvá való kinevezése legfeljebb egy évig tarthat. A 7 nap heti lap megbízott főszerkesztőjét is kinevezték, ismét Barát Tóth Lívia személyében. A Magyar Szó napilap megbízott főszerkesztője pedig továbbra is Varjú Márta marad. Az ülésen egyebek mellett iskolaprogramok és iskolaigazgató választási eljárások, valamint tankönyvek előzetes jóváhagyása is szerepelt. Állami kitüntetésben részesült Palatinus István plébános, a Magyar Érdemrend lovak keresztjét az Atya Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán vehette át. Mióta a világ a világ, az értékes munkát megbecsülik. Magyarország célja, hogy a nemzeti összetartozást erősítse és segítse, hogy minden magyar szülőföldjén teljes életet élhessen, mondta Csallóközi Eszter. Magyarország szabadkai főkonzulja kiemelte, hogy az állami elismerések azt is kifejezik, hogy egyetlen nemzet, egyetlen magyarság tagjai vagyunk, amely akkor tud megmaradni, ha minden nemzet része megmarad, és minden nemzet részében vannak olyanok, akik a magyarság érdekében tevékenykednek. Idei állami ünnepünk alkalmából most eljött az a pillanat, amikor köszönetet mondhatok kiemelkedő munkásságáért Palatinus István atyának. Az ön közösségépítő munkája kiemelkedő, a Mária Rádió közti együttműködés elősegítése pedig a nemzeti összetartozást erősíti. Mai díjátadónkon évtizedek kitartó munkájára tekinthetünk tisztelettel. Ünnepi beszédét követően Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja adta át a Magyar Érdemrend lovak keresztjét Palatinus Istvánnak. Az atya köszönetet mondott mindazoknak, akik évtizedeken keresztül támogatták őt, majd hozzátette, hogy egy pap nem magáért él, hanem Isten szeretetét átadva másokért is. Egy papnak az élete az valahol Krisztusnak az a tanításának kellene, hogy legyen mindannyiunk számára, hogy
a negyedik misekánonban mindig ezt ilyen gyönyörűen imádkozzuk, hogy ne magunknak éljünk, hanem hogy valahol azt a szeretetét, amit Istentől kapunk, azt átadjuk másoknak. És én azt gondolom, hogy nem csak a papi élet, hanem minden ember élete valahol ebbe teljesedik ki, hogyha az életét nem magáért éli csupán, hanem megpróbál másokért élni. És ha másokért élünk, akkor már Istennek ez a csodálatos teremtői szeretete valósul meg, a közösség. Az ünnepséget koccintás és fényképezkedés zárta. Ma is folytatódott a Connect & Grow üzleti konferencia. A kétnapos rendezvény második napján is különböző üzleti témájú előadásokkal és tréningekkel várták a vajdasági magyar vállalkozókat Palicson. Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Connect & Grow üzleti konferencia második napja is. A kétnapos eseményen mintegy 300 vajdasági magyar vállalkozó vett részt. A kezdő cégvezetők mellett számos már jól működő vállalkozó is jelen volt a konferencián, hogy újabb ismeretekkel bővítsék tudásukat. Tegnap volt egy fantasztikus előadás a generációkról, és döbbenetes dologra nyitotta meg a szememet, hogy igazából a Z-generáció hogyan gondolkodik, hiszen mi gyerekeink a Z-generáció, és mi ezt úgy tapasztaljuk otthon, mint a családban, ugye, hogy ők egy kicsit aktívabbak, többet telefonoznak, vagy többet kommunikálnak különböző oldalakon, és ezt mi nem tudtuk a cégre rávetíteni, és most fölnyitották a szemünket, hogy hogyan kell ezzel foglalkozni, és hogy gyakorlatilag miért nem tudtunk Z-generációs embereket a cégbe bevonzani, és itt most én szerintem nagyot tanultam, és hihetetlen, hogy már ötleteim vannak, hogy hogyan fogom ezt kiküszöbölni. A kétnapos rendezvény második napján Forrai Nikolett cégvezető tartott előadást a teendők delegálásáról. A nap második előadásán Máté Albert Eduard mesélt arról, hogyan lehet a legmodernebb eszközökkel ügyfeleket szerezni. A nap sztár előadója Balogh Petya volt, aki befektető és az egyik legnagyobb magyarországi kereskedelmi csatorna üzleti showműsorának szereplője. Hihetetlen jó volt tavaly itt lenni ezen a konferencián. Egyrészt először jártam tavaly Palicson, és hát gyönyörű a város, gyönyörű a környezet, amiben vagyunk. De ami ennél még fantasztikusabb volt, hogy itt volt rengeteg vállalkozó, aki mind akart valamit az élettől, mind tanulni akart, mind építeni akart valamit, és a konferenciának a színvonala pedig messze túlmutatott azon, mint amire álmomban bármikor számítottam volna, úgyhogy egy nagyon profi, nagyon modern konferencia tele érdeklődő vállalkozókkal, én ebben lubickoltam, én ezt nagyon élveztem tavaly is, és idén is nagyok az elvárásaim. A kétnapos üzleti rendezvény célja, hogy a vajdasági magyar vállalkozói közösség friss, naprakész tudást szerezzen, tapasztalatot cserélhessen, illetve kapcsolatokat építhessen, mondta Nagy Zita, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. Nagyon fontosnak ítéljük meg, hogy a vállalkozóink kapcsolódjanak egymással. Tehát ugye kezdve a mentor programból, ahonnan kifort az ötlet az üzleti konferenciára, ahol ugye jelezték az igényeiket, hogy bár ugye ismerik egymást, de ettől függetlenül a kapcsolódási pontokat lehetne még erősíteni. Úgy érezzük, hogy ez az üzleti konferencia erre mindenképpen nagyon jó teret és időt biztosít. Az előadók meg ennek mentén nagyon jó témákat tudnak felhozni arra, hogy ők a gyakorlatban is tudjanak haladni és tudjanak építkezni ezekből az előadásokból. A szervezők kiemelték, a fórum végeztével meghallgatják a résztvevők véleményét, és a friss tapasztalatokat felhasználva szervezik meg a következő Connect & Grow üzleti konferenciát. A Nemek Közötti Egyenlőség Intézet alapításának 20. évfordulója alkalmából ünnepi rendezvényt tartottak az Újvidéki Egység Kulturális Központban. Visszatekintettek a két évtizedes munka eredményeire. A Nemek Közötti Egyenlőség Intézetét 2004-ben alapította a Tartományi Képviselőház. Ugyanebben az évben már el is fogadták a nemek közötti egyenlőségről szóló nyilatkozatot is. Naš delokrug rada obuhvata istraživačke, edukativne, podsticajne i promotivne programe. Ono što želim sa ponosom da istaknem jeste da je u prethodnih 20 godina preko, naravno, uz pomoć pokrajinske vlade, zavod dodelio oko 565 miliona dinara kao pomoć svojim korisnicima.
Pitanje rodne ravnopravnosti danas predstavlja jedno razvojno pitanje, stoga je neophodno raditi na jednakosti i osnaživanju oba pola podjednako. A rendezvényen egy kis filmet is levetítettek a 20 év alatt elért eredményeikről, ez idő alatt 45 kiadványt jelentettek meg. Mindig is előjárója volt a nemi egyenjogúság intézményrendszerének és jogi rendszerének kialakításában a Vajdaság. 5 évvel a törvény elfogadása előtt már részlehoztuk az intézetet, határozatot hoztunk a nemi egyenjogúságról, és az elmúlt 20 évben sokat dolgozott az adminisztráció azon, hogy láthatóvé tegyük a hölgyeket, egyrészt az intézményekben való részvételben, a döntéshozatalban való részvételben. Az intézet célja továbbra is, hogy elősegítse a nők és férfiak közötti egyenlőséget Vajdaságban és Szerbia egész területén. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. A fenntartható közlekedést népszerűsítik a magyar kanizsai iskolákban és óvodákban. Szombaton otthonában fogadja a TRC a Novi Pazart a Szerb Szuperliga 9. fordulójában. A magyar kanizsai oktatási intézmények idén is csatlakoztak az Európai Mobilitás Hete rendezvényhez, amelyet minden év szeptember 16-a és 22-e között szerveznek meg. Ilyenkor az iskolákban és az óvodákban beszélgetésekkel, különféle foglalkozásokkal és közös kerékpározással igyekeznek a fiataloknak bemutatni a program fő célját, ami a fenntartható közlekedés népszerűsítése. Az Európai Mobilitás Hét programban minden magyar kanizsai iskola is óvoda részt vett. Beszélgetésekkel, foglalkozásokkal és közös kerékpározással igyekeztek a fiataloknak bemutatni az esemény fő célját, a fenntartható közlekedés népszerűsítését. Én az iskolában mindig biciklivel szoktam járni, és a biciklizés az nagyon egészséges. A gyerekek egy közlekedésbiztonsági előadáson is részt vehettek, valamint a Magyar Kanizsai Vörös Kereszt is felhívta figyelmüket arra, hogy mi a teendő, ha ilyen esetben baj történik. Minden oktatási intézmény számára két kerékpárt sorsoltak ki. Néha szoktam biciklizni, de nem olyan túl sokat. Ezen túl többet fogsz majd? Igen. A Gyógyfürdő sportcsarnokában megtartott rendezvényel az önkormányzat a környezetvédelmet és a felesleges gépkocsi használat mellőzését hirdeti. Ezzel az akcióval szeretnénk felhívni a gyerekeknek, illetve a felnőttek figyelmét arra, hogy hagyják otthon az autót, inkább kerékpárral vagy gyalogosan közlekedjenek, amennyiben ezt megtehetik természetesen. A program további célja, hogy egészséges életmódra nevelje a gyerekeket. A fontos üzenet, hogy sokat mozogjunk, mert ez a modern mai ember többségibe nem mozog eleget, viszont az egészségügy is van egy főállítása, hogy a mozgás minden orvosságot le tudja cserélni, viszont az egyik orvosság se nem tudja a mozgást lecserélni. Az Európai Mobilitás Hét célja, hogy programok segítségével elérjék a személyautók használatának csökkenését. A rendezvény azon alternatív közlekedési eszközök népszerűsítéséről szól, amelyek nem használnak fosszilis üzemanyagot. Falvak Miholy napi találkozóját tartották meg péntek délután Horgoson. A programba a helyi általános iskola tanulóit is bevonták, akik kulturális és szórakoztató programokban is részt vehettek. A Falvak Miholy napi találkozóját harmadik alkalommal szervezték meg. A gyerekek körében az első két alkalommal is nagy sikert aratott. Külön ilyen foglalkozások lesznek, például címelfestés, a fonyás, meg ottan ilyen társasok is. Az esemény létrejöttét idén is a Szerbiai Vidékfejlesztési Minisztérium és Magyar Kanizsa önkormányzata támogatta. Gyakorlatilag a közösség építése a célja ennek a mai rendezvénynek. Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre itt a községünk területén. Oromhegyesen, illetve Velebiten történtek az elmúlt években ezek a rendezvények. Az eseményen elhangzott, a minisztérium nem csak a multikulturális projektekre biztosít pénzeszközöket.
sa ovim ministarstvom do sada mi kao lokalna samouprava Kanjiža imali dosta kvalitetnih projekata. Podsjetio bi da je to projekat minibusa sa 21 sedištem koji nam mnogo koristi i služi za naše mnoge kulturno-umetničke klubove i sportske klubove. Isto tako, jedan velik broj kuća smo uspeli, preko 150 kuća, da obezbedimo za socijalno ugrožene i nove bračne parove. A rendezvény egyik legközkedveltebb programja pedig a közös játék. A gyerekek csapatokra osztva 12 pályán mérhetik össze kitartásukat és ügyességüket. Levéltári konferenciát tartottak a Szabadkai Városházán, a nemzetközi szakmai találkozó középpontjában a nők társadalmi, családi és munkahelyi szerepe került, amelyet levéltári iratok segítségével mutattak be. A 17. Szabadkai Levéltári Napra a szerbiai előadók mellett Magyarországról és Horvátországból is érkeztek szakemberek. Az előadók nagy része a környező levéltárakból van, de mivel mi egy határmenti levéltár vagyunk, ezért ez magyarországi és horvátországi levéltárakat is jelent. Ezen kívül a Vajdaság területéről is jöttek levéltárosok, de egészen Nizsből is jöttek levéltárosok. Egyébként az elmúlt években még Boszniából is érkeztek előadók. Az előadások a levéltári iratok segítségével a nők társadalmi, családi és munkahelyi szerepéről is szóltak, valamint az emancipációs küzdelem legfontosabb állomásairól. Nagyon érdekes a kérdésfelvetés, a témafelvetés, és azt gondolom, hogy erről beszélni kell, mert azért ez egy olyan periférián lévő téma volt, amit így, hogy foglalkoztunk vele, és hát ugye átnéztük a levéltári anyagot, hogy akkor mit is lehetne ugye mára hozni. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami érinti a nők sorsának alakulását, ugye itt a modernizáció a 19. században, olyan ugrásszerű változások történnek, akár iskolában. Csóka Géza, a Pest vármegyei levéltár segédlevéltárosa az ismét népszerű családfakutatás rejtelmeiről tartott előadást. Olyan témát választottam, ami szerintem sokakat érdekel, ugyanis az 1990-es évek óta úgy mondhatni újra divatba jött a családfakutatás. És én próbálom az anyakönyveket és a levéltár iratokat megfeleltetni, hogy vajon amiket elmondtak, amiket leírtak, az az anyakönyvekbe szerepele, és illetve fordítva. És ezen belül különböző női szerepeket próbálok bemutatni. A levéltári napon 12 előadó tanulmányait hallgathatták meg az érdeklődők. 22. alkalommal szervezi meg az Újvidéki Színház a Vajdasági Magyar Drámaíró versenyt. A kalapból kisorsolt idei verseny témája Szüreti napok a gyenge szüret után. Idén Múger Tíme, Antalovics Péter és Kormányos Ákos tollából kerülnek ki az alkotások. Az íróknak mindössze 8 óra áll rendelkezésükre, hogy megírják a darabot. Az összes színházunk összeáll. Azt hiszem idén csak a gyerekszínház fog hiányozni, mert azt hiszem főpróbahetük van, de egyébként minden színház delegál színészeket ebbe a versenybe, ami azért valahol így az évad elején az évadnak a berúgását is jelenti, azt is jelenti, hogy kicsit a színházainknak az egységét erősítjük, vagy próbáljuk azt az üzenetet küldeni, hogy azért így együtt vagyunk attól, hogy ez 5 különböző színház, és hát ugye az Újvidéki Művészeti Akadémia diákjai is mindig részt vesznek ebben a buliban. Otthon lép pályára holnap a TSC férfi labdarúgó csapata. A Topolyaiak a Novi Pazart fogadják a szerb Szuperliga 9. fordulójában. Az összecsapás 18 órakor kezdődik. Jovan Damjanovic szerint a csapatjáték az utolsó 2 meccsen kielégítő volt, annak tükrében, hogy nemrég kezdték a közös munkát, de nem sikerült elérni a célt, a győzelmet. A TSC vezetőedzője a Topolyaiak rossz sorozatával kapcsolatban azt mondta, jó játékosaik vannak, és biztos abban, hogy egy jó eredmény megerősíteni a játékosokat, hogy a következő meccseken egyénileg is elérjék a maximumot. Jeden tréner je počeo pripreme, drugi je došao, vodio pripreme, bio ne znam 2 mjeseca, sad sam tu ja, i jednostavno igračima nije lako. Drugo,
ovi momci nose pre svega TSC mnogo veliki, mislim ozbiljan klub. Posljednje dve godine predstavlja našu zemlju u evropskim takmičenjima u grupnoj fazi i ovi momci imaju veliku odgovornost. Kad uđete u seriju loših rezultata, sigurno da im nije ove lako. Drugo, ima 10-12 novih igrača koji su trebali za to vreme da se negde ukomponuju, da odgovore zahtevima i težini ovog dresa, šta se očekuje na svakoj utakmici. Október 15-től pályázhatnak a magyar tannyelven tanuló első osztályos középiskolások a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj támogatására, hangzott el a testület mai ülésén. De egyebek mellett a 15 főnél kisebb létszámmal induló osztályok, a társalapított intézmények, valamint a Hét Nap és a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Megbízott vezetőinek kinevezése is napirenden szerepelt. Több mint 100 napirendi pontot vitattak meg a Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén, köztük egyebek mellett a középiskolások ösztöndíj támogatásáról is szó volt. A témákról kérdezem a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Fremond Árpádot. Hát, hogy maradjunk a középiskolásoknál, pontosan miről is van szó, itt egy egyszeri támogatásról van szó, de pontosan mik a feltételek, kiknek szól és meddig lehet jelentkezni rá? Ez egy új program, egy új lehetőség. A Magyar Nemzeti Tanács miután elfogadta az oktatási stratégiáját, abban egy olyan dátumot tűztünk ki magunk elé, mely értelmében egy ilyen ösztöndíj programot fel fogunk állítani, és 2024. szeptemberét határoztuk meg. Úgyhogy örülünk, hogy tudtuk tartani ezt a határidőt. Ennek az a lényege, hogy a középiskolások első osztályosai számára, akik anyanyelvükön tanulnak tovább, magyar nyelven írtak be valamilyen szakot itt Vajdaság területén is, első alkalommal vagy először tették ezt meg, azok egy 5000 dináros egyszeri támogatásra lesznek jogosultak ettől az évtől, és a tervünk az, hogy október 15-e és november 15-e között lesz a pályázat nyitva egy online felületen, hiszen megújult a Magyar Nemzeti Tanács honlapja, és azon a felületen lehet majd jelentkezniük. A szülők tudják megkapni majd értelemszerűen ezt a támogatást, és az a tervünk, hogy év végéig, karácsony előtt valamikor a kifizetések is megtörténjenek. Azért tartjuk fontosnak ezt a lehetőséget, hogy egy ilyen középiskolás ösztöndíjat is elindítsunk, egy ilyen egyszeri támogatást, egy ilyen odafigyelést, egy ilyen jelképes összeget, mert azt látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak az előző években is volt egy kiváló felsőoktatási ösztöndíjprogramja. Diplomahonosítás, mestertanulmányok, doktori tanulmányoknak a finanszírozása ösztöndíj formájában, ösztöndíjak, Európa Kollégiumban a lakhatás, tehát egy komplex, erős és kiváló rendszer működik már évek óta, ami támogatja az itthonmaradást, a fiatalok itthonmaradását. Általános iskolában első osztálytól 8. osztályig gyakorlatilag minden osztályban ettől az évtől számíthatnak valamilyen támogatásra, segítségre, odafigyelésre, amit a Magyar Nemzeti Tanács nyújt a fiatalok számára, és azt gondoljuk, hogy a középiskolásokra kell odafigyelni az elkövetkezendő időszakban, elsősorban úgy, hogy középiskolai diákotthonokat kell létrehozni, hiszen látjuk a középiskolai központoknál, hogy mennyire fontos az, hogy egy diákotthon létesüljön és legyen, épüljön, és ezzel tudjuk ugye megtartani gyakorlatilag az osztályokban a létszámokat, magát az iskolát. Tehát, hogy ezt szeretnénk fejleszteni, és ez mellett, hogy a fiataloknak tudjunk egy egyszeri támogatást is biztosítani. Az eszközöket elő kellett erre teremteni, ebben az évben ez egy ekkora összeg lesz, 5000 dinár, mint ahogy említettem, de bízunk benne, hogy a következő években ezt az összeget tudjuk növelni, és abban is bízom, hogy most, hogy bevezettük ezt a rendszert, akár minden évfolyamra az elkövetkező időszakban ki lehet majd terjeszteni, de természetesen ez az anyagi korlátoktól és lehetőségektől függ majd. Mindenesetre bízunk benne, hogy egy sikeres programot indítottunk el, örülünk annak, hogy a stratégiával összhangban tudunk dolgozni, és bízunk magának a programnak a sikerességében is. Emellett egyébként még a társalapítású intézmények pénzügyi és munkatervei is napirenden szerepeltek a 2025-ös évre vonatkozóan. Lesz-e valamilyen változás, mit kell ezekről tudni? Hát fontos az, hogy a társalapított intézmények azok a pénzügyi terveiket, illetve a munkatervüket is a Magyar Nemzeti Tanács elé tárják, hiszen visszamenőleg minden évre, visszamenőleg mi folyamatosan foglalkozunk az ottani eseményekkel, történésekkel.
és fontos az, hogy mi, mint társalapító beszéljünk és tárgyaljunk arról, tehát a végrehajtó bizottság megtárgyalja ezeket a programokat, utána pedig itt a testületi üléseken, akár az intézményvezeték saját maguk beszámoljanak arról, hogy mi történt. Az elkövetkezendő időszakban várható lesz még különböző társalapított intézmények részéről, hogy megküldjék ezeket a beszámolókat, illetve terveket. Ezek folyamatosan napirenden szerepelnek, illetve hogyha megnézzük, akkor a Magyar Nemzeti Tanács egész év alatt folyamatosan tárgyal ezekről a beszámolókról és tervekről. Egyrészt ugye az elmúlt év beszámolóiról, hogy hogyan valósultak meg a programok, másrészt pedig a pénzügyi tervekről, illetve a munkatervekről, hogy mi fog megvalósulni a következő évben. Azért fontosak ezek az intézmények, mert olyan közösségépítő, közösségszervező szerepet töltenek be a vajdasági magyarság életében, amely pótolhatatlan. Tehát ezek az intézmények azok, amelyek folyamatosan olyan területekkel foglalkoznak, amelyek fontosak a megmaradásunk szempontjából is, és állandóan olyan programokkal, tervekkel állnak elő, amelyek fontosak, ide tartoznak, hogy a könyvtárak, a színházak, más egyéb intézmények. Fontos megemlíteni azt is, hogy a napirenden szerepelt a kislétszámú osztályoknak a jóváhagyása is. Nem növekedett nagyon, tehát minimálisan, arról beszéltük, hogy minimális a különbség a tavalyi évben jóváhagyott osztályok száma között és a mostani évben jóváhagyott osztályok száma között. A törvényben az szerepel, hogy legalább 15 gyermekkel lehet egy osztályt megnyitni. Sok iskolában, sok intézményben ez a szám, ez kevesebb. Viszont fontosnak tartjuk a küzdelmet minden egyes gyermekért, minden egyes osztályért, hiszen ez jelenti az iskola megmaradását is, a pedagógusoknak a munkahelyét is jelenti, tehát az egész közösség szempontjából egy fontos dolgról van szó. Fontos az, hogy a gyermekek, ha csak lehet, akkor ne utazzanak, helyben maradjanak. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Tanács megszervezi az utazását is a gyermekeknek csak azért, hogy anyanyelven tudjanak tanulni, hiszen ez a legfontosabb. Tehát, de nagyon fontos az, hogy ezek a kislétszámú osztályok megmaradjanak, küzdeni kell érte, és örülünk annak, hogy minden egyes kislétszámú osztály, amire jóváhagyás vagy kérelem érkezett, a mi részünkről a Magyar Nemzeti Tanács megadta a támogatást, és örülünk annak, hogy az Oktatási Titkárság, tartományi, illetve a Köztársasági Oktatási Minisztérium is együttműködve a Magyar Nemzeti Tanáccsal, az ott dolgozó államtitkár, illetve a tartományi titkár, mindent meg tudtunk tenni annak érdekében, hogy megőrizzük ezeket az osztályokat, és gyakorlatilag minden egyes osztály engedélyezve van és működik. Kinevezésekről is döntöttek, illetve jóváhagytak. A Magyar Szó is a 7 nap esetében. Kik ők és mennyi ideig tart a mandátum? A 7 nap esetében is az igazgató és a főszerkesztő esetében, illetve a Magyar Szó esetében főszerkesztő kinevezésére került sor. Olyan döntés született, hogy a következő egy évig biztosan betöltik ezt a pozíciót, és gyakorlatilag azok a személyek, akik vezették, László Edit, aki igazgatóként ott volt a 7 napban, ő maradt, ugyanúgy Tóth Lívia főszerkesztőként és Varjú Márta Magyar Szóban is főszerkesztőként ellátja ezt a feladatot az elkövetkezendő időszakban is. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Én is köszönöm a lehetőséget. A Pannon Televízió Dobó Engi Florinda tudósította. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. Napokon belül megérkezik a Dunai Árhullám Szerbiába. Szombaton éjszaka tetőzik a Duna Budapestnél. Döntött a Magyar Nemzeti Tanács, Újvidéken is lesz kihelyezett tagozata a Vackor óvodának. A magyar elsős középiskolások pedig ösztöndíjra pályázhatnak. Magasrangú állami kitüntetésben részesült Palatinus István plébános. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírre kíváncsiak, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Folytassák velünk az estét, minden jót kívánunk, a viszontlátásra!